nem érti a különbíróságok létrehozása miatt kialakult politikai hisztériát az igazságügyi miniszter. Trócsányi László szerint garantált a rendszer függetlensége, hiszen a bírákat kinevező miniszter interpellálható a parlamentben. Rónai Egon mellett Balogh Judit és Németh Péter kérdezi Harangozó Tamást. Azért ez egy erős év. Trócsányi László szerint azért sem merülhet fel a különbíróságok politikai elfogultsága, mert a bírák kinevezéséről döntő minisztert lehet interpellálni. Jó estét kívánok, képviselő úr! Jó estét Juditnak is, Péternek is, szervusztok! Hát szóval az mire garancia, hogy a minisztert lehet interpellálni? Hadd idézzek nagyon röviden egy azóta szerintem szállóigévé avanzsát momentumot, boldog karácsonyt. Igen, ez egy az interpellációra adott erős válasz volt. Ez egy miniszterelnöki válasz volt. Egyébként elég erős. Azonnali kérdésre úgy tetszik interpelláció egyik formájára, hiszen a miniszterelnököt havonta egyszer lehet, 5 hetente egyszer lehet berángatni a parlamentbe, és bocsánat, kérdezni tőle. Ez a színvonal. Azért halkan hozzáteszem, hogy Trócsányi urat, ha a parlamentből kéne ismernem, és mondjuk nem láttam volna a fényképét különböző hírműsorokban, akkor valószínűleg nem ismerném föl a folyosón sétálva sem. Tehát az a fantasztikus, demokratikus hagyomány, amire ő hivatkozik, azt azért ő nem gyakorolja. Hát mondott mást is, ami szintén jó. Mondjuk az a bírákra nézve valóban egy erős állítás. Azt mondta, na de hát hiszen a közigazgatási bíróságon helyüket elfoglaló bírák fel fognak esküdni. Ezt a részt most hadd ne kommentáljam, tehát hogy tényleg ez egy vicc. Ugye mi a lényeg a közigazgatási bíróság tisztességét? Hogy? Akkor mi garantálja? Rendszerszerűen semmi. Hát erről beszéltünk. És ugye ezért adta be az ellenzék összes pártja együtt, és frakciója azt az alkotmánybírósági beadványt, amit már alá is írtunk és el is küldtünk. Itt két okból támadjuk, és szerintem ebből kiindulva nagyjából is lett mondani, mi a baj ez a rendszerrel, az új közigbíróságot, az alkotmánybíróságnál tartalmi és formai okokból. Tartalmi okokból nyilván maga az alaptörvénnyel, ha úgy tetszik nekünk, inkább alkotmánnyal való ütközése, ami azért még mindig szavakban tartalmazza a független igazságszolgáltatást. Tehát, hogy a kormánytól teljesen független igazságszolgáltatásnak kell. Meg lehet ezt mondani, mert tudjuk, hogy problematikus, hogy a miniszter jelöli ki a bírákat, de jogilag meg tudják ezt valahogyan fogni. Tehát azért mondod, független hatalmi ágak, mint olyan benne van az alaptörvényben, és azok sértetlensége. Nyilvánvalóan, hogy az egyik hatalmi ág rendszerszerűen bele fog szólni a másik hatalmi ágnak a működésében, akkor azt gondolom, hogy az alkotmánybíróságon támadtuk meg. Ez nem egy, hogy mondjam, péntek délutáni klub társaság, ahol egy bemondásra döntenek a dolgokat elvileg. Tehát pont az a szint, ahol az elvi kérdéseket elvileg lehet feszegetni. Több ilyen alkotmányos passzus van, ami tényleg, hogy mondjam, szellemi munka is, ez tény is való. Ha van rá igény, még ott majd meglátjuk. A másik pedig a formai ok, hiszen azon a napon lett ez is elfogadva, amikor gyakorlatilag számos, vagy akár mondhatnám számtalan, konkrétan házszabálysértő eljárási. De ez alapján a túlóra törvénnyel sem tudtak mit kezdeni, holott ugye ugyanaz a nem biztos, nem igazán tudtunk mit kezdeni, azt is megtámadtuk az alkotmánybíróságon, nyilván jogilag nincs még eredmény. Hadd szóljak közben, mert Hiller István volt a vendégem csütörtökön. Hiller Istvántól én ezt megkérdeztem, mint az alelnökétől, aki azt mondta, hogy hát ő érti az ellenzéki indulatokat, de ez nem volt házszabálysértő, hogy azon az ülésen elfogadták a törvényeket. Most egy kicsit kellemetlen helyzet ahhoz, de én azt hiszem, hogy Hiller István kollégámmal akkor kénytelen leszek majd én is egy jogi okfejtéses beszélgetésre belemonyolódni. Az, ami az alkotmánybírósági beadványban van, azt szerintem áll. Tehát az, hogy egy házszabályban le van írva, hogy két jegyzőnek kell jelen lennie, egy mód van rá, egy kormánypárti és egy ellenzéki. Miközben egyébként a levezető elnök, ugye a fideszes biobástyával körülvéve a helyéről úgy üvöltötte a napirendet, hogy egyetlen egyik, tehát az egyik jegyző sem volt mellette. Aki neki segítkezett, az a mellett ülő képviselőtársa volt. Ilyen nincs. Jelen esetben egy dolga lett volna a levezető elnöknek, nem tudja biztosítani a ház normális működését, ezért lezárja az ülést, vagy elnapolja, vagy szünetet rendel el. Hát, hogyha önnel ért egyet, és nem Hiller Istvánnal. Azt szerettem volna kérdezni, még visszalépve, hogy akkor, amikor azt mondja, hogy milyen lehetőségeik vannak, hogy a parlamentben
és arról beszélt, az Alkotmánybírósághoz fordul, most a Trócsányi miniszterről szemben. Egyáltalán a parlamenti eszközök, én úgy látom, hogy teljes mértékben elfogytak. Majdnem azt mondom, hogy a demokratikus eszközeik is elfogytak. Hogy van elképzelés arra, hogy mit lehet egyáltalán csinálni? Mert ezek az utak, amiket önök járnak, vagy próbálnak járni, ezek nem működnek. Természetesen vannak, és hát, hogyha a politikáról beszélünk, én azt gondolom, hogy az az út, amire december végén léptünk, az az ellenzék szempontjából mindenképpen járható út, hiszen képesek voltunk felrázni az embereket az egész országban, képesek voltunk, ha picit is, de a trendeken változtatni, és az emberek szemét egy picit talán fölnyitni, és ami szám szerint kimutatható az az, hogy az ellenzéki szavazók elkötelezettsége az torony magas, talán nem is, tehát választási időszakban nem szoktak a szavazók ennyire aktívak lenni, és a bizonytalanok tábora nő, a Fidesz tábora csökkent. Tehát ha a politikai eszköztárt keressük a parlamentben, akkor azt gondolom, hogy nem feltétlenül azt, meg ugyanúgy, de azt a típusú ellenzéki politizálást, amire most készülünk február 18 után, és erről Tóth Bertalan pártelnök többször beszélt rám itt az ATV-ben is, az ellenzéki pártok ebben is együttműködnek és dolgoznak együtt, ami kicsit több, mint az obstrukció, erőszakmentes, de a hatalommal való visszaélés rendszerét nem elfogadó viselkedés. Hasonló jelentekre készüljünk, mint a legutóbbi parlamenti ülésszakon, amiről egyébként beszéltünk. Ilyenekben gondolkoznak? Lesz benne kreatív megoldás is. Ugye az obstrukciós lépésünk a hétfői ülésnapon, amikor azt a közel 3000 beadványt a napirend módosításához megtettük, az is házszabályszerű volt. Tehát ott a parlamentnek ezt végig kellett volna szavaznia. Nyilván a Fidesz fogta magát, és a házszabálya, meg az irod szabályokat nem foglalkozva. Félnek azt hogy elfogytak. Csak befejezem a gondolatot. Ha törvénytelenséggel válaszolnak például egy ilyen kreatív megoldásra, akkor nyilvánvalóan számíthatnak arra, hogy a reakció meg lesz. De az, hogy a parlamentbe beülünk, és ott folytatjuk, mint a decemberben semmi nem történt volna, nyilván ezen azt senki akartam, hogy félnek azt kimondani, hogy elfogytak a jogi és demokratikus eszközök? Nem félek, semmitől nem félek kimondani, ezt meg pláne nem. Még egyszer mondom, ez egy nagyon jó eszköz. Egy hibrid rendszerben élünk. Erről azért sok tanulmány is készült, és azt gondolom, hogy egészen jól leírja azt, hogy mi történik ebben az országban. Nem teljes totális diktatúra van, tehát az utcáról még fekete autóval nem visznek el, de azért lejárató kampány. Ez azt jelenti, hogy ki lehet lépni a törvényes keretek közül. Én azt mondom, hogy minden eszközt használni kell, ami a kezünkben van arra, hogy az emberek szemét fölnyissuk, és az emberek támogatását megszerezzük. Ebben vannak parlamenti eszközök, parlamenten kívüli eszközök. Például a parlament nyilvánossága még mindig egy olyan eszköz az ellenzék kezében, amit szerintem dőreség lenne így kidobni, és azt mondani, hogy jó, akkor mi köszönjük szépen többet, de be sem megyünk. Hiszen azért annak a decemberi akciónak azt gondolom, hogy a legutóbb, legkisebb településtől kezdve a legtávolabbi magyarországi település, sőt, világhíre is lett, és egyébként nyilvánvalóan a politikai akciók nagy részének az a célja, hogy ezekre a problémákra fölhívjuk a figyelmet. Mit fognak tenni, hogyha Kövér László, Kövér László kitültje a mobiltelefon, vagy a Facebook közvetítést is a parlamentből? Nem fogja tudni kitiltani a mobiltelefont. Hát nézze, ha a fizikai erőszakkal ki nem csavarja a kezemből a saját mobiltelefonomat, akkor nem módosítják úgy egyébként a házszabályt? Hát, hogy módosítják a házszabályt, azt meglátjuk, de például erre gondoltam, látják. Tehát, hogyha ilyen szabályt hoznak, vagy ilyen döntést hoznak, akkor számíthatnak arra, hogy meg kell. Akkor végig fog menni azon az úton, hogy be kell jönnie valakinek, és ki kell csavarnia a kezét. Na most ennek fényében ugye van egy rendészeti bizottság, abban önök tűn. Igen. Oda tartoznak a tűzoltók is. Katasztrófavédelem. Megjelent egy közlemény, amely szerint netto 160 ezer forintot keres jelenleg egy vonolós tűzoltó, aki 7 éve dolgozik vonuló tűzoltóként, ráadásul 204 órát dolgozik, nem is a szokásos 168 órát, mint amit a munkavállalók. Ezügyben a parlamentben lehet még valakivel vitatkozni, valamit tenni értük? Hát amit napirenden lehet tartani minden egyes bizottságülésen, hogy amit lehet tenni, ezeket az ügyeket napirenden próbáljuk tartani. Ugye az igazság pillanata más nem, akkor azért el szokott jönni. Itt is a nyilvánosságot szeretném kiemelni. Amikor például egy miniszter éves meghallgatása van, és a teljes magyar sajtó, például az ATV kamerái is ott vannak, a régi szép időkben megérdemelték ezek a beszélgetések azt is, hogy akár élőbe beadják, de nyilván az esti híradóba sem mindegy, hogy mi hangzik el. Ott azért van egy olyan kegyelmi pillanat, amikor a miniszter nem tudja ezeket a kérdéseket megkerülni, de én se kerülöm meg a kérdést. Nyilván főszabályként alapvetően az, hogy amikor az ember interpelál, vagy nézzük meg a mai napot, akkor elmennek az ellenzéki képviselők a Magyar Posta elé megkérdezni, hogy
a 400 órás rabszolgatörvényt a Magyar Posta fogja-e alkalmazni. Majd egy országgyűlési képviselőnek, de képviselőknek a Magyar Posta, mint egy állami cég vezetője kiad egy olyan közleményt, hogy Soros. Nyilvánvalóan, ha ez a kérdése, ezzel kapcsolatban nincs. Hát a korrupcióval kapcsolatban is annyit mondtak, hogy Soros. De azért azt sem le, amit én szeretnék szorgalmazni majd itt a saját kollégáimnál és az ellenzéki oldalon is, hogy szerintem az ellenzéki retorikának is tud lenni egy olyan változása, ami még hozhat meglepetést. Tudomásul kell ugyanis szerintem nekünk is vennünk, hogy ezzel a típusú fideszes kommunikációval szemben szerintem a parlamenten belül csak a nagyjából hasonló eszköztárral lehet élni, és hogy ne annyira írjam körül. Tehát intelligens, kultúrát felkészült, a tényekre és az adatokra alapozó kérdésekre, ha az a válasz, hogy Soros, akkor nyilvánvalóan nekünk is valamilyen más típusú megszólásokra lesz szükségünk. Például arra, hogy akkor az kormánypárti képviselők és a kormánytók is készüljenek fel arra, hogy nem feltétlenül csak a munkájukkal kapcsolatban fogunk kérdezni, hanem akkor a személyes kvalitásaikkal, meg a személyes példamutatásukkal kapcsolatban, hiszen nem zajlik más ma a parlamentben. Tehát egy ellenzéki képviselő megkérdezi, hogy miért keres 160 ezer forint nettót egy tűzoltó, hiszen ez a dolga, ezért képviselő. És akkor a válasz meg az, hogy maga meg a maga pártja nem tudom 1685-ben mit csinált. Tehát lehet ezt így is csinálni, szeretnénk ezt elkerülni, de azt gondolom, hogy ezen a téren is változtatni kell. Én nem egészen értettem, hogy mit akar most mondani, hogy a személyes kvalitásaikra fognak kitérni. Hát itt mondtam egy példát. Hogy személyeskedni fognak, magánügyeiket fogják elővenni politikusoknak? Nem. Tehát még egyszer, amit az előbb mondtam példaként, az világos volt. Tehát amikor az ember kérdez valamit országgyűlési képviselőként, akkor az a válasz, hogy a maga pártja vagy a maga pártársai, nem tudom, 5 évvel ezelőtt azt mondta. És akkor visszamondják, hogy a maga pártja meg a maga pártja. Hát azt gondolom, hogy a viszonylag nagy a muníció. Tehát az, hogy mit beszéltek össze-vissza. Mi még mindig abban a naivitásban vagyunk, minden pártról akar. Hogy mi fölteszünk egy kérdést, akkor ezek az emberek, akik velünk szembe ülnek, azok legalább egy pillanatig meghallják, és legalább zavarba jönnek, hogy arra mit kéne válaszolni. Hát tessék őket megnézni, nem jönnek zavarba. Nem jönnek zavarba. Tehát ott az van, hogy Soros, ott az van, hogy kommunista, ott az van, hogy nem tudom micsoda. Én csak azt szerettem volna említeni, hogy azt gondolom, hogy ennek a kommunikációs kihívásnak is meg kell felelnünk, hogy megnézzük, hogy de mikor jött zavarba Orbán Viktor attól, hogy azt mondták neki, hogy ő is Soros ösztöndíjas volt? Például amikor én kérdeztem, de ez már 5 éve volt, vagy 6 éve. Emlékszem rá, az ATV kommentár nélkül adta be 10 percenként. Itt a személy is. Ma már igen, akkor még úgy tűnt nekem, hogy valamilyen listán egészen. Meg 5 éve, de egyszer zavarba hozni. Egészen nagyot ugrottam előre, de gyakorlatilag ezzel azért együtt lehet élni. Képviselő, köszönjük szépen, ez a mai kontra ennyit bírt el, de lesz még módunk ezekről beszélgetni, és attól tartok, hogy a téma is adott lesz a következő hónapokban, hiszen kezdődik nem sokára a tavaszi ülésszak. Jön Jakubcsek Gabriel a műsorra, tudják a Jakubcsek Plusz, tehát honnan vagy ne tudnák, mindig 8:30-kor kezdődik ma is, de mi lesz a műsorban? Szia Gabi! Szervusz, jó estét kívánok! Ma este is jelentkezik a Jakubcsek Plusz. Ismert ingázók lesznek a vendégeink. Itthon és külföldön ingáznak, vajon meddig bírják? A második témánk pedig a depresszió. Gyógyszerrel vagy módszerrel megtudhatják 8:30-kor. Juditnak és Péternek, kollégáimnak is köszönöm szépen, hogy velem tartottak, önöknek is. Holnap Emília várja önöket az Egyenes Beszélben. Szép estét, viszontlátásra, és ne felejtjék, 22 órakor a Spiriten van még egy híradónk. Viszlát.